Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Három edzőmeccset játszott a múlt héten a Hübner Nyíregyháza BS. Szombaton Győrben kezdenek a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. 8 csapat szerepel az ötös kupa utánpótlás fiúkosárlabda tornán. 4 meccs után 4 döntetlenen áll a tabellán a Sényi futballcsapat. Kovács Rita az úszó, Boris Majkovics a kosarasok edzői stábjában. Mintegy 150-en ültek asztalhoz a hagyományos nyírségi saktornán. Három edzőmeccset játszott az elmúlt héten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese Debrecenben a Vasas, Szlovákiában pedig kétszer a Svit ellen lépett pályára. Elkezdődtek ezek az edzőmérkőzések, és már nagyon vártuk, hogy ne csak a száraz edzések legyenek, hanem a megmérettetések is, és úgy gondolom, hogy az első három mérkőzés a várakozásnak megfelelően telt. Természetesen nem akarok túlságosan optimista lenni ebben az időszakban. A debreceni Vasas mérkőzésen igazából nem számoltunk eredményt, mind a két csapatnak az edzés volt a lényeges. Úgy gondolom, hogy a hatást, illetve azt, amit szerettünk volna elérte, az volt az első találkozónk. Aztán utána mentünk Svitbe, ahol újra egy kemény túrán lehettünk túl. Ugye általában kicsit szokott lejteni a pálya a Svit csapata felé, meg is kérdezte néhány játékosom, hogy miért megyünk akkor minden évben oda, hogyha ez mindig így zajlik. Azért megyünk oda, mert tanulni szeretnénk, és ez a Svit a tavalyi bajnokságban, tavalyi szlovák első osztályú bajnokságban negyedik helyen végzett, és úgy gondolom, hogy az nekünk mindig jó, hogyha ilyen erős ellenfél ellen tudunk játszani. Ez egyik, a másik pedig a bajnokság során is van olyan szituáció, amikor a játékvezetők nem nekünk kedveznek. Mindegy, hogy miért hibáztak vagy sem, ezeket is el kell viselnünk, és akkor is mennünk kell tovább, és akkor is meg kell nyernünk a mérkőzést, ha ez történik. A Sviti felkészülési mérkőzéseken az ellenfél csapat a 3 amerikai és 2 másik légiós halált föl, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly játékerőt képviselt, és teljesen más sebességgel játszottak, mint ahogyan azt a B-csoportos bajnokságban mi itthon tapasztaljuk. Nagyon örülnék neki, hogyha ugyanezt a játékot majd a bajnokságban is meg tudnánk mutatni, hiszen egészen bíztató volt, és rövid idő alatt föl tudtuk venni azt a ritmust, ami szükséges volt azokhoz a mérkőzésekhez. Hogyan mozogtak az új szerzemények, és hogyan illeszkedtek be a pályán kívül is a közösségbe, hiszen az elmúlt években az jellemezte a csapatot, hogy a pályán kívül is nagyon összetartó volt a társaság. Igen, úgy gondolom, hogy ez most is így van. Az érkezők azért nem ismeretlenek az itt játszó játékosok számára. Talán Dancsics András az, aki a leginkább ismeretlen lehet, de ő viszont ott volt az U20-as válogatottban, illetve az U18-as válogatottban is együtt volt Csitku Marcival, akivel szobatársak is voltak egyébként ezeken a válogatott túrákon, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő is szépen illeszkedik be a csapat szerkezetébe. Neki kell még egy picit nyugodtabbnak lennie, kell fejlődnie, de ez nem kérdés. Szobi Dani, egy rutinos játékos, ő vele nagyon sokszor találkoztunk már a bajnokság során, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az ő beilleszkedése egy picit könnyebb lesz, mint a többi játékosunknak, hiszen ő azért mégiscsak nagyobb tapasztalattal rendelkezik. Brugós Olivér pedig szépen teljesített, szépen kapart, és próbálta megtenni azt, amit kértünk tőle. Gyakorlatilag egy hónap van még az első bajnoki mérkőzésig. Jó, hogy ennyi idő van még a felkészülésre? Mindenképpen jó, bár szeretnénk azt, hogyha játszhatnánk ugye minél hamarabb mérkőzéseket, de van még elvégezni való dolgunk, szeretnénk, hogyha bizonyos dolgokban tudnánk még előrelépni. Szerencsére úgy látom, hogy van lehetőség arra, hogy fejlődjünk több területen is, remélem, hogy ezt még a bajnokság kezdetéig szépen tudjuk pótolni. Légiós, még mindig kell néhány edzőmeccs, hogy kiderüljön, hogy milyen posztra és milyen típusú stílusú játékosra van szükség. Szép lassan azért kezd összeállni az, hogy milyen játékost szeretnénk. Anyagi kérdése is van ennek a dolognak természetesen. A légiósok korai megvétele az egy kicsit többe kerül, de szép lassan kell, hogy kikristályosodjon az, hogy milyen játékos kerülhet majd hozzánk. Természetesen olyan játékos szeretnénk megvenni, aki árérték arányban kedvező és tud majd nekünk segíteni a bajnokság során. Szombaton elkezdi szereplését a Szuperligában a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK játékosai Győrben lépnek dobóállásba.
Nagyon fontos volt, hogy a szokásoktól eltérően ezen a nyáron egyáltalán nem álltunk le az edzésekkel, és azért ez mindenképpen meglátszódott már itt a nyári időszakban, hogy sokkal jobb formában vannak a játékosaink. Mindenképpen több mérkőzést és edzőmérkőzést vívtunk, Debrecennel oda-vissza mérkőzésen, mind a kétszer diadalmasan tudtunk, míg a Sárisi szlovákiai csapatnál, igaz, hogy a B csapat ellen játszottunk egy felkészülési mérkőzést, azt is sikerrel vettük, de úgy gondolom, hogy mindenképpen biztató eredményeket értek el játékosaink, ami meghatározó lehet majd a bajnoki rajtra nézve. Egy új igazolása is van a csapatnak, mit kell tudni Stryer Tamásról? Az utolsó napi átigazoláson Cseszlay Sándor klubelnökünknek sikerült nyílbe ütni ezt az átigazolást. Sokadik kérdésünkre azt lehet mondani, hogy a Stryer Tamás igent mondott, és nagy örömünkre csatlakozik a csapathoz, úgyhogy az utolsó pillanatban sikerült őt átigazolni. Vele együtt most már azt lehet mondani, hogy a csapatnak a bennmaradási kérdései megoldódni látszódnak, így mindenképpen a stabil középmezőnyhöz szeretnénk majd csatlakozni, és bízunk benne, hogy egy-két nagy csapatnak, a kiemelkedő nagy csapatnak a bajszát majd hazai pályán meg tudjuk húzgálni, és mindenképpen azt lehet mondani, a jövőre nézve egy jó csapatfelépítést tudunk majd a Nyíregyházi Teke klubnál végrehajtani. Távozó nem volt, érkező viszont van, így létszámhiányra alig lehet panaszkodni. Gondot okozhat-e a bőség, vagy pedig könnyebb dolga lesz majd Magyarorsi Péternek, aki a csapat összeállításért felel a következő szezonban? Én úgy gondolom, hogy ez az ő problémája, és ez egy nagyon kellemes probléma mindenképpen, hogy tényleg tud válogatni, és bízunk benne, hogy folyamatosan a természetesen, mivel nem vagyunk profi játékosok, a hullámzó teljesítményeinkből mindig bele tud nyúlni majd a legjobb hatos névsorba, és hogyha nem megy valakinek, akkor mindenképpen nagyon jó, hogy ketten-hárman is hasonló eredményekkel ott állnak a háttérbe, és akkor így bármikor bátran meg tudjuk húzni a cseréket, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy a bőség zavarának a kellemes részét fogja majd a Magyarorsi Péter élvezni ebben az évben. Ahhoz az elmúlt években hozzászokhatatok, hogy nem túl könnyű a szezon sorsolása a szezon elején, most sincs másképp. Mi a feljutó csapat voltunk ebbe a szezonban, annak számítunk, így azt lett nagyon rögtön az elején megkapjuk a nagy csapatokat, mint ahogy az első mérkőzésünket idegenbe kell vívnunk egy jó formában lévő Győrrel szemben, és akkor utána nem beszélve arról, hogy hazai pályán fogadjuk az Allegerszeg csapatát, a Bajnok Szeged csapatát, majd utána következik egy répszalaki kirándulás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az első négy forduló papíron abszolút nem a mi esélyeinket favorizálja, de bízunk benne, hogy sikerül felpörögni, nagyon szeretnénk már akár Győrben egy kis meglepetést okozni, tehát semmiféleképpen a nagyok ellen sem feltett kézzel fogunk majd pályára lépni, hanem egyenőre élvezni szeretnénk a Szuperligát, és mindenképpen az azutáni fontos mérkőzésekre szeretnénk majd felhangolni a csapatot. Beszéljünk néhány mondatot az utánpótlásra, a fiatalokról is, kik alkotják majd a közvetlen utánpótlást. Igazából utánpótlás fronton is változások történtek, egyre több fiatal látogatott le a Teke klub pályájára. Jelenleg 5 fiatallal vágunk neki, ebből azért a tavalyi szezonból a Végvári Krisztián, illetve a Cinke Attila mindenképpen kiemelkedik, és másik 3 fiatal játékos csatlakozik, akik előről még a nulláról kezdték ebbe a nyári szezonban a felkészülést. Bízunk benne, hogy azért természetesen hosszabb idő kell nekik, de akár egy éves tekézés, folyamatos tekézés és tanulás után már bebe fognak kerülni az ifjúsági csapatba, és ami nagyon fontos, hogy egyáltalán nincsenek utánpótlásbeli problémáink, úgyhogy mindenképpen ilyen téren is jól áll a Nyíregyházi Teke klub. Csütörtökön kezdődött és szombaton fejeződik be Nyíregyházán az 5-ös kupa fiú utánpótlás kosárlabda torna, amelyen 8 együttes lép pályára. A negyedik alkalommal rendezzük meg az 5-ös kupát nemzetközi mezőnnyel. Ebben az évben a tavalyi évhez hasonlóan az U16-os kadett korosztálynak. Hát a mezőny erősségét mi sem fémjelzi jobban, hogy 2 külföldi csapat vesz rajta részt, és 5 magyarországi akadémiai csapat és a nyíregyházi KK 5-ös csapat a 8. rendező gárdaként, aki részt vesz a tornán. Szerintem az 5 akadémiai csapat Nyíregyházáról a magyar fiúkosáblázás első 10 csapatát képviseli, és a külföldi csapatokról is elég annyit mondani, hogy a belgrádi csapat az közvetlenül a Partizán Belgrádnak, vagy a Cverna Zvezdának nevel utánpótlást. A legutóbbi játékosuk, akiről lehetett hallani, mint nagyon híres játékos, az a Bogdan Bogdanovics, aki most a Sacramento Kingsbe játszik az NBA-ben. A Svitti csapat pedig tulajdonképpen a szlovák első liga 3. helyezett csapatának a közvetlen utánpótlását jelenti. Kik lesznek a hazai részvevők a rendezők együttesen kívül?
a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia csapat a Kecskemétről, a Debreceni Sportcentrum Kosárlabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia és a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia, és ahogy mondtam, az NKK 5-ös. Milyen erősségű lesz az NKK 5-ös csapat, ugye nálatok ez a legmagasabb korosztály, Ferenczi Tamás irányításával készül ez az együttes, és mi az elvárás velük szemben? Az, hogy milyen erősségű lesz, az majd most kiderül. Bízunk benne, hogy fel fog nőni az akadémiai csapatok szintére a mi csapatunk, és legalábbis megközelíti azt. Mindenképpen bizakodásra alkodok ott, hogy a bajnoki szezon előtt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségnek versenyirodája a csapatunkat a 32 legjobb csapat közé sorolta, és az országos főtáblán kezdünk. Aztán majd a selejtezők után kiderül, hogy ez ott is sikerül maradnunk. Az elvárás az, hogy a tornán ne legyünk utolsók, tehát a mi kis iskolai csapatunkkal szemben most még azokat az elvárásokat nem támaszthatjuk, hogy ilyen rangos mezőnyben dobogón végezzen, de szeretnénk mindenképpen egy mérkőzést legalább megnyerni. Hol lesznek a helyszínek, hogy néz ki a lebonyolítás rendje? A lebonyolítás rendje változatlan az elmúlt 4 évéhez hasonlóan, 8 csapatos torna lesz, 2-4-es csoportban lesznek a csapatok, minden mérkőzés, vagy minden nap egy mérkőzés lesz a csoportokban. Ez azt jelenti, hogy csapatoknak is a 3 versenynapon naponta csak egy mérkőzést kell játszaniuk. Azért van ez így, hogy a csapatoknak a torna alatt legyen idők megnézni Nyíregyházán egy-két látványosságot. Az állatparkban eddig minden évben elment valamennyi csapat, idén is tervezzük ezt, megnézni Sóstót, és utána esténként játszani egy-egy jó meccset. A versenyrend a 2-4-es csoport sorrendjének kialakulása után pedig a szombati napokon a helyosztókkal és a döntők kerülnek sorra. A helyszínek az első helyszín, fő helyszín a versenyek szempontjából a Nyíregyház Egyetem T2 tornacsarnok, illetve Vessék Vilmos Élelmiszeripő Szakképző Iskola tornacsarnok, ahol a 16-os csapatunk is edz. A helyosztók, tehát a fő 5., 6., 3., 4. és a döntő mérkőzésnek a helyszíne pedig a Nyíregyházi Egyetem tornacsarnoka lesz. Gól nélküli döntetlent játszott a legutóbbi fordulóban Ózon a Sényei futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 4 mérkőzés után 4 döntetlennel a 10. helyen áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján. Az első mérkőzésen a Debrecen 2-vel játszottunk, ott még azt mondjuk, hogy reális volt ez a döntetlen, hiszen voltak visszajátszóik, első bajnoki mérkőzés, stb. Második mérkőzésünk a Putnok ellen idegenben ott picivel közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen több helyzetet alakítottunk ki, 10 szögletet rúgtunk, az ellenfél egyet sem rugott, ott benne lett volna a 3 pont megszerzése. A harmadik mérkőzésünk a Tájával volt, 1-0-nál büntetőt hagytunk ki, utána gyorsan sikerült egyenlítenünk, 1-1 lett. Az ellenfél egy kontrából megszerezte a vezetést, 92. percben sikerült ugyan egyenlítenünk, de a második fél időben végig támadtunk, sajnos nem tudtuk berúgni a helyzeteinket. Az Ózdi mérkőzésen pedig azt kell, hogy mondjam, hogy talán reális volt a döntetlen, hiszen a 4 mérkőzés közül ezen a mérkőzésen játszottunk a leggyengébben, és a 75. percben pedig emberhátrányban voltunk. Amíg nincs meg az első győzelem, azt szokták mondani, hogy egy pici feszültség az öltözőben, a játékosokban lehet ilyet érezni? Nem igazán lehet érezni feszültséget a játékosokban. Nyilván ők is tisztában vannak azzal, hogy hullajtunk pontokat, és ez a végelszámolásnál hiányozni fog, de nem, egyelőre nincsen feszültség. Talán mikor ilyet kérdezni, 4 forduló mentel, lehet-e már azért nagyjából sejteni, hogy milyen lesz ez a mostani bajnokság az erőviszonyokat tekintve? Hát erős lesz az a mostani bajnokság, hiszen van egy 4-5 csapat, aki már most kiemelkedik a mezőnyből, és az alsóházi csapatok ellen sem lehet senki biztosra. Mondtad, hogy előre kell tekinteni, 2 hazai mérkőzés következik, rögtön a hétvégén a lista vezető Deac elleni, 2 győzelemmel gyakorlatilag kisimulnátok. Igen, kisimulnánk 2 győzelemmel, bár ez nem lesz egyszerű, főleg nem az első mérkőzésen a Deac ellen, de a 60 is nagyon jó csapat, és ők is nagyon jó formában vannak eddig. Picit előrébb tekintve, mondtad, hogy a játékkal nincs gond, hogy érzed, mikorra lehet meg az a játék mellett eredményesség is, ami hozna a pontokat? Az eredményességhez az kell, hogy gólokat szerezzünk a mérkőzéseken. Ugye a helyzetkihasználásunk egy picit gyengélkedik, viszont a helyzeteket elég sokat alakítunk ki, úgyhogy amint a helyzetkihasználásunk jobbra fordul, fognak jönni a pontok, illetve a győzelmek. 2 új edzőt mutatott be szerdán a sajtó képviselőinek a Nyíregyházi Sportcentrum vezetése. Kovács Rita az úszók, Boris Majkovics pedig a kosárlabdások képzésében vállal szerepet. A Kosárlabda Szövetség akadémiai akkreditáció megköveteli azt, hogy egy külföldi edző is legyen a stábban. Mindenképpen egy olyan edző kell, aki
olyan országból érkezik hozzánk, amelyik magasabb színvonalon van, mint a magyar kosárlabda. Mi mindenképp szeretünk volna már egy ilyen külföldi edzőt, és Boris Majkovicsra jutott a választásunk. Itt sok szempont volt a kiválasztásban. Fontos volt az, hogy beszél magyarul, angolul, szerbül, illetve emberileg is olyan ember legyen, aki át tudja adni a tudását, és magas szakmai szinten van. Mi az elvárás vele szemben, miben tud leginkább segíteni a fiatalok képzésében? Hát itt egyértelműen az, hogy az edzői munkát segítse, az edzőknek tanácsokat adjon, megmutassa, hogy mi az, ami változtatni kell, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, és mindenképpen az, hogy minőségi játékosokat tudunk adni a felnőtt csapatoknak, illetve a válogatottaknak. Mennyien kosaroznak egyébként az akadémia színeiben, és mi az elvárás a csapatokkal a következő szezonban? Itt az akadémián U14, U16 és U18-as csapat alkotja, az A csapataink alkotják az akadémiai csapatokat. Minden csapat 2 edzővel dolgozik, minden csapat napi 2 edzésen vesz részt, illetve a mérkőzéseken, úgyhogy nagyon komoly szakmai munka van mögött. Milyen az utánpótlás, honnan lehet meríteni, milyen a merítési lehetőség? Most mindenképpen már kitoltuk ezt a merítési lehetőséget Nyíregyházán kívül, de hát itt több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban is ott vagyunk, és onnan is nézzük folyamatosan a játékosokat. Illetve mondhatom, hogy most már érkeztek Borsod megyéből és Tiszaújvárosból is játékosok, úgyhogy folyamatosan nézzük azokat a játékosokat, hogy be tudjuk építeni az akadémiai rendszerbe. 15 évvel ezelőtt játékosként már szerepeltél ebben a csarnokban, most edzőként értél vissza, milyen tervekkel, célokkal? Már is azt mondtuk itt, hogy mindenképpen saját tudásról és tapasztalatról segítenem, hogy ez a fiatal jó nevelő játékos fejlődnek. Mitől lesz egy fiatal jókos állapdázó? Hát, kemény munkáról ez a csak, mert ott, mikor bemenjünk csarnokba és pályán, ez a bányászi munka. Nem látjunk világítást, nem látjunk semmi, és akkor csak ettől. Mennyire vevők a mai fiatalok erre a munkára? Szerintem jó. Szerintem jó vevő, mert bármilyen információ adunk, rögtön rögzítenek és maximálok csinálnak. Ugye gyerekekről, fiatalokról van szó, mi a fontosabb, az, hogy fejlődjenek, vagy az eredményesség, mert ugye a szülők részéről mindig van egy olyan elvárás, hogyha felmennek a gyerekek a pályára, minél több pontot dobjanak, így győzön a csapat. Hát, hogy mondjam, mit jelent fejlődni? Most mindenki gondolja, mikor nyersz is jó eredmény hoz, ez a fejlődés. Egy része igen, igaz, de fejlődés az is, ha fiatal játékosok indulnak egy pontról, és jön egy magas pontról, akkor az is fejlődés, ugyanaz. Amit nem jelent, hogy mindig lesz, hogy mondjam, győzelem volt befejezni, de ez a lényeg, hogy játékos látjanak, hogy mikor szezon kezd és szezon vége, hogy jobban vannak, akkor ez a fejlődés, és ez a jó. Új edzővel, mi pedig főállás edző és abszolút nyíregyházi kötődési edzővel bővült az úszók szakmai stábja. Kézenfekvő volt, hogy Kovács Vitál esik a választás? Hát több edző is volt a számításban, több edzővel folytattam beszélgetéseket, barátilag, illetve hát komolyabb beszélgetések, szakmai beszélgetések, és végül Kovács Vita, aki első számban is kiemelten kezeltük, hogy szeretnénk, ha ő visszajön a Nyíregyházára, elfogadta a felkérésünket, és így közösen tudunk szeptembertől együtt dolgozni. Jelen állás szerint hány gyereke, hány edző foglalkozik az úszóknál? Jelen állás szerint most 6 edző van. Ugye Sanyi bácsi Gyula Sánor eddig vitte a gyermek, illetve serlő korosztályt, ő letette a sípot, nyugdíjba vonult. Egy edző kolléganőnk az Ózdon folytja tovább a felfutását, ezért most 6-an vagyunk. Szeretnénk, ha ez a létszám kicsit még nőhetne, illetve hát egyetemről olyan sport szakos hallgatókat befogná az edzőképzésbe, akik ezt az úszást a szívükön viselik és komolyan gondolnák. Vágjátok a centit az új úszoda átadásáig? Mindenképpen, nagyon várjuk már. Én nagyon bízom benne, hogy az ősz végére ezt használatba is tudjuk venni, illetve hát gyakorlatilag már annyira hiányzik, ugye össze mindig van egy átállás Sóston, a karbantartás, a sátorépítések miatt le kell állni, hogy nem tudom elmondani, mennyire fontos lenne, hogy tudjunk már használni. Hatházi Dóra junior VB szereplésével gyakorlatilag most zárult le az évnek egy szakasz. Hogy szerepel Dóri?
Dóri nagyon hosszú szezonon van túl, tehát a junior VB-nek, hát ez augusztus végén volt már, ő végedzette szinte az egész nyarat. Ugye az IFI EB-n Kazanyban nagyon jól sikerült, illetve hát az junior VB-n az egyéni számaiban annyira nem volt a célos, az 50-100 méter pillangón indulhatott el, de ha azt nézzük, a 200 méteres egyéni csúcsát nézzük, akkor 200-on például döntős helyezést érhetett volna el, csak hát a két magyar induló szabály szerint ugye ketten vehettek részt. Viszont váltóban nagyon-nagyon jól szerepelt. Volt az utolsó nap, volt a 400-as vegyes váltó, ahol ifjúsági magyar csúcsot úsztak. Tehát a váltó eredményei azok kiválóan sikerültek. Gondolom rá most egy pici pihenő vár, hogy néz ki a többiek programja? Neki most jön egy pici pihenő, nem is pici, hanem én azt mondom, hogy nyugodtan pihenje ki ezt a hosszú nyarat, neki jár a 4 hét pihenő, ami eddig a többieknek is járt, ugye az augusztusban volt. Nekik pedig jövő héten kezdés van, tehát a Dóri pihenőre megy, a többiek pedig kezdik a munkát szeptember 2-ával. A te esetben nyugodtan lehet mondani, hogy hazatértél, milyen ambícióval, milyen tervekkel? Nyilván minél jobb és eredményeket szeretnék elérni a gyerekekkel, de egy teljesen új felállás lesz, ugye, hogy most az épül az új szoda, és várhatólag évvége körül átadják. Rengeteg munka van ebben, vagy lehet ebben, sőt, kell is belevinni mind az oktatásba, mind pedig a versenysportban. Ha máshonnan nem, akkor a versenyzői pályafutásodból tudhatod, hogy azért rettenetesen munkásport. Mennyire vevők a mai gyerekek arra, hogy hajnalban keljenek, több kilométert úszanak, aztán délután még egyszer megtegyük ugyanezt? Sajnos egyre kevesebben, mert hogy rengeteg új sportág jelent meg, amihez nyilván nem kell ennyi meló, mint az úszás, hiszen rengeteg, sok időt igénylő sportág, mert ugye egy-másfél-két órás edzések vannak attól függ, hogy milyen korosztály, és ez naponta kétszer. És vannak olyan sportágak, amikben elég egy edzés, és hasonló szép eredményeket el lehet érni, nem is beszélve erről a rettentesen nyitott internetvilágáról, ahol meg aztán végképp nagyon hamar be lehet gyűjteni pozitív visszajelzéseket. Az úszás egy mérhető sportág, ráadásul hazai szinten is óriási a konkurencia. Hogy érzed, mi számítana sikernek itt a leendő tanítványait tekintve? Azt gondolom, hogy már az is siker lehetne, hogyha 1-2-3 vagy minél több válogatott, utánpótlás válogatott, először is utánpótlás válogatott gyereket sikerülne kinevelni, mert ezért én Debrecenben láttam, hogy nagyon szép lehetőségeik vannak, és nagyon jó. Hát, ha az eredményesek és jó eredményeket érnek, akkor abból ezért nagyon szépen el is lehet kezdeni élni, és rengeteg támogatást kapnak a Magyar Úszó Szövetség felől. 38. alkalommal rendezték meg a nyírségi saktornát. A hagyományos, a rapid és a snell versenyen mindegy 150-en ültek asztalhoz. Sikerült erősíteni a tavaly előtti évhez képest. Magyar, ukrán, román nemzetiségű sakkozók és vietnámi származású sakkozók is jöttek, de ők magyar állampolgárok, meglehetősen jól végeztek. Mind a snell versenyt, mind pedig a főversenyt egy vietnámi származású nemzetközi mester, Tónat Min nyerte. Ő az egyik esélyes a ma megrendezésre kerülő rapid versenynek is, de hát sokan igyekeznek majd őt meggátolni. Vannak itt erős nemzetközi mesterek és fidemesterek, akik meg szeretnék gátolni, hogy Tó mester triplázzon. Beszéljünk a többi kategóriáról a főversenyen. Viszonylag szűkebb volt a gyermekek versenye, és egyszerű győzelmet aratott az egyetemisták egy fiatal sakkozója, Laskai Gábor, 100%-os teljesítményt ért el, minden ellenfelét megverte. Mögötte egy kicsit kezdett összetolódni a mezőny, de Gábornak a tudása már kinőtte ezt a mezőnyt. A kisebbeknek az úgynevezett C csoport került megrendezésre, 1600 nemzetközi értékszám alattiak voltak jogosultak itt részt venni. Ebben a csoportban a Gyöngyi család szinte mindent elvitt. Két Gyöngyi testvér korábban az NVST sakkozói voltak, most már a Dávid SC-hez igazoltak. A fiatalabbik testvér Gyöngyi Bálint nyerte meg magasan a C csoportot, második helyre egy berekfürdői idősakkozó Kuruc János futott be, harmadik helyen pedig Gyöngyi Eszter végzett, az első helyezettnek a nővérkéje. A harmadik Gyöngyi testvér még nem sakkozik, de bízok benne, hogy ő is szép sikereket fog majd elérni. A C csoportban egyébként idős tapasztalt sakkozók és egészen pici, tehát még óvodás és teljesen kisiskolás korú gyerekek is előfordultak, több ügyes külföldi gyerek volt, és természetesen a magyar gyerekek is nyújtottak kiemelkedő teljesítményeket.
Hány sakkozót mozgatott meg ez alatt a néhány nap alatt a rendezvény? Egy olyan bő 150 sakkozót jelent ez a nyírségi Vidor Sakk Fesztivál. Valamivel talán fölötte van az indulóknak a száma a tavalyihoz képest, de a színvonal az mindenképpen erősödött, tehát több erős játékos, több nemzetközi címviselő jött el most erre a versenyre. A mai Rapid versenyre külön érkeztek még nemzetközi mesterek és fidemesterek. Igen, kemény csatának leszünk majd a tanúi a mostani Rapid versenyen. Bizakodok benne, hogy helyi siker is születik majd. Beszéljük egy kicsit a folytatásról. NB2-ben mikor indul a szezon, és milyen esélyekkel várja a bajnoki rajtad az NVSC csapata? Az átigazolás időszak szeptember 4-én fog lezárulni, és szeptember 22 napján kezdődik az első forduló az NB2-ben. Megyénk három csapata szerepel az NB2-ben, a Tiszavasvári, a Nyíregyházi Egyetem, ők erős középcsapatok, a legerősebb csapat az NVSC, erősítettünk néhány játékossal, voltak távozók is, jöttek is, játékosok, erősebbek vagyunk, mint a tavalyi évben, és bízok benne, hogy sikerül megnyerni majd a bajnokságot. Az első fordulóban az NVSC erőnyerő lesz, a második fordulóban pedig egy riválissal fog megmérkőzni. Egy picit még tovább tekintve, az elmúlt években hagyomány volt, hogy egy Mikulás kupa zárta az évet, így lesz ez most is. Természetesen így lesz. Tegnapi napon a Megyei Sakkszövetség közgyűlés tartott, és azon már beszéltük a Mikulás kupának a lehetséges időpontját is. Hát ez egy kis támogatást, helységet, és a sok idevágyó gyereknek a regisztrációját szükségelteti, tehát összerakja a szövetség a verseny, kedvező feltételeket biztosítunk, és olyan népes mezőny lesz, mint a korábbi években. Idén talán nem alulról, hanem talán felülről lesz 200 gyerek a Mikulás kupán. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!